És ahogy már elmondtuk, itt van Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, és Soproni Tamás, a 6. kerület Momentumos polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszönjük, jó reggelt. Hogy Brenner Koloman szokott oktatási kérdésekkel is foglalkozni, úgyhogy kezdjük az iskolákkal. Ugye tegnap óta tudjuk, hogy az EMI milyen járványügyi protokollt juttatott el, vagy mit kell betartani az iskoláknak a járvány kezelésére. A PDS szerint elfogadhatatlan, és nem lehet ezt betartani. Mit mondanak önök? Hát átnéztük ezt a 8 oldalas, hát egy ilyen különböző szabályokat tartalmazó minisztériumi leíratot. Én azt látom, hogy egy csomó nagyon jó és hasznos dolog van benne, egy csomó olyan dolog, amik nagyon kétséges a végrehajtásban. Ugye, amit mi a Jobbik részről végig hangoztattunk ebben a stúdióban is, én többször elmondtam, hogy ki kellett volna elemezni a digitális oktatás feltételrendszerének a működését, a valódi működését, nem a propaganda működését, hanem a valódi működését, és a PDS-nek a kritikáját annyiban viszont osztanám én is, hogy azokra a helyekre, ahol nincsenek meg a megfelelő eszközök, internet hozzáférés és így tovább, illetve azok az anyagi eszközök, a plusz anyagi források, amit az iskola vezetésének ahhoz be kell ugye vonnia most, hogy biztosítsa a különböző olyan szabályok végrehajtását, amik ebben a leíratban is szerepelnek, azt nem biztosítja a kormány, ugye ezt kritizálja a PDS is. Most ezek járványügyi intézkedések, tehát a PDS nem csak ezt kritizálja, az lehet, hogy egy további lépcső lesz. Tegnap itt volt a PS, a másik szakszervezetnek az alelnöke, ő azt mondta, hogy 24-én mennek egy egyeztetésre. Azt hitték, hogy erről fognak majd egyeztetni, de hát nyilvánvalóan nem. Lehet, hogy akkor éppen a digitális oktatásról, mert ez nem erről szól, ahogy én olvastam, hanem a járványügyi intézkedésekről, fertőtlenítésről, másfél méteres védőtávolságról. Mi az, említett, hogy van, ami betarthatatlan? Mi az, ami a Jobbik szerint biztos, hogy betarthatatlan? Bocsánat, hogy visszautalok rá, de én azért mondtam, hogy a digitális oktatásra való átállásra vonatkozna ez, mert ugye ez abból indul ki, hogy elindul normálisan a tanév. Az én véleményem szerint pedig az, hogy rugalmasan kellene nekilátni a tanévkezdésnek, mert látjuk, hogy a naponta változnak ugye a fertőzési számok, és nem pozitív irányba sajnos, és ugye én pont azt kritizálom ebben, hogy nem elég ez az előírás, halmaz, ami úgy végrehajtható egy része, más része kevésbé, tehát például az, hogy rendesen szét lehessen ültetni a diákokat, vagy hogy mindenhol kimenjünk mondjuk testnevelés órában az udvarra, ahol mondjuk nincs megfelelő udvar, tehát hogy én ilyenekre gondoltam, amikor azt gondolom, hogy van egy csomó végrehajthatatlan udvarra része. Amikor nincs megfelelő tornaterem, így gondoltam. Igen, bocsánat, a tornateremre. Igen, így van. Tehát hogy ugyanakkor, tehát én azt gondolom, hogy ez egységbe kell látni a digitális oktatásra való átállással, hiszen korábban arról volt, hogy egy hibrid rendszerben kezdünk. Itt utalnék arra, mint volt egyetemi vezető, hogy az egyetemek viszont hibrid kezdésbe kezdenek de most a tanévnek. Volt a közoktatásban a kormány részéről a hibrid rendszer? Nem, hanem az egyetemre rám van bízva ilyenkor, sőt az egyes intézetekre is rá van bízva, hogy a nagyobb létszámú előadások biztosan online formában kezdődnek el a legtöbb nagy egyetemen, tehát egy ilyen 150 fős mondjuk nagy előadás biztos, hogy online kezdődik majd meg, és a kis létszámú szemináriumokat szigorú természetesen járvány ügyi előírásokban aztán fizikálisan kezdenék meg. Tehát én azt látom, hogy itt a közoktatásban most úgy tűnik, hogy a közoktatás irányítás így elhatározta, hogy minden rendben el fog indulni, és akkor kiadjuk a napi parancsot, hogy ezt hogyan kell végrehajtani, miközben én azt gondolom, hogy sokkal bölcsebb dolog lenne az egyetemi világhoz hasonlóan, sokkal rugalmasabban nekilátni a tanévkezdést. Még egy nagyon gyors kérdés, mielőtt átdobnánk a labdát Soproni Tamáshoz, hiszen meg kell tudnunk azt is, hogy például egy önkormányzatnak van-e felelőssége vagy lehetősége beleszólni, vagy feladat ezzel az egész. Hogyan oldanák meg például a meglévő gyakorlatilag egyenlőtlenségeket, hiszen pontosan tudjuk, hogy Budapest belvárosában például teljesen más, mondjuk egy elektromos vagy elektronikus felszereltség, internet hozzáférés, eszköz hozzáférés, mint mondjuk az Ormánságban vagy Észak-Kelet-Magyarországon. Erre utaltam, regionális problématérképeket kellett volna felállítani, erre utaltam arra, hogy le kellett volna vonni a konzekvenciát, a tapasztalatait a korábbi oda küldeni például a laptop. Például tableteket osztogatni Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban, ezt teszi a kormány, mi ezt kezdettől fogva kértük, és azt látom, hogy erre nincs előkészítve a közoktatás rendszere. Na akkor itt a feldobott labdát csapjuk le a 6. kerületben, hogy állnak például a digitális oktatás eszköztárával? Önök például megmonitorozták-e például azt, hogy az év végén, a tavalyi év végén, tehát iskola év végén milyen tapasztalatok születtek a digitális oktatással kapcsolatban?
Igen, hadd tegyem hozzá, hogy Ormánságot említette, és ezzel összevetésben nyilván a 6. kerület az Andrássy út pompájával valószínűleg egy olyan környéknek tűnik, ahol nincsen ezzel probléma, de ha beljebb menjünk egy-két utcát, akár a Szondi utcába, akkor nagyon is van. És ezt tapasztaltuk egyébként, hiszen mi magunk már az előző járványhelyzet alatt, vagy az előző hullám alatt meghirdettük azt, hogy azoknak a diákoknak, akiknek nem áll rendelkezésére ilyen digitális eszközt, nem csak eszközt egyébként, hanem internet hozzáférést is biztosítunk. És hadd fűzzem hozzá azt is, hogy ez nem csak azoknál a családoknál számít, akik tényleg szociálisan a legkiszolgáltatottabbak, hiszen vannak olyanok is, ahol mondjuk van két laptop akár 4-5 emberre, de ők sem tudnak egyszerűen részt venni a digitális oktatásban normálisan, ha nincs megfelelő számú eszközük. Azt gondolom, hogy önkormányzatok tudnak segíteni, és nagyon fontos, hogy persze mi ebben proaktívan tulajdonképpen a kormány helyett dolgozzunk, de valóban egyetértve képviselő úrral, ez nem a mi feladatunk lenne egyébként, hanem... Hogy tudnak segíteni, hogy a klikka fenntartó, mondjuk a fertőtlenítőszerekkel, vagy ebben a protokollban is rájuk hárul a legnagyobb feladat, az önkormányzat hogy tud? Mondjuk óvodák vannak, önkormányzati óvodák, ott mindenképpen van feladat. Az óvodáink mindenképpen vannak, de a közoktatásban is van szerepünk, én azt gondolom, hiszen az önkormányzati törvény is úgy fogalmaz, hogy viszonylag nagy eljárás körünk van abban, ami a helyieknek fontos lehet, abban mi segíthetünk. Éppen ezért vásároltunk ugye laptopokat például, amiket kiosztottunk a diákoknak, és ott is hagytunk náluk, és erre fel vagyunk készülve, nyilván erre félre van téve pénz, hogy mi lehet a jövőben, milyen segítség lehet szükségük, akár az iskoláknak, akár nekik, az iskolákat is egyébként jelentős milliókkal támogatjuk természetesen. Ugye beszélnek nagyon sokan arról, hogy például a pedagógusokat hogyan készítik fel, szülőket, gyerekeket felkészítik-e. Én az amerikai oktatási rendszert egyrészt nagyjából ismerem, gyerekeim oda jártak, másrészt viszont követem őket, hogy ők mit csinálnak most, hiszen ott egyes helyeken alig van esetszám, egyes helyeken szörnyű esetszámok vannak. És ők például augusztus 2. felére egy olyan tábort hirdettek meg, ahol a gyerekeket felkészítik arra, hogy mit jelent az, hogy biztonságos távolságtartás, mit jelent az, hogy kézmosásnak a szükségszerűsége. Tehát gyakorlatilag egy olyan tábort hoztak, egy 3 napos táborokat tartanak, ahol felkészítik a gyerekeket, hogy hogyan kell ilyen helyzetbe viselkedni. Valami hasonló módszert el tudnának Magyarországon képzelni? Sőt, nagy szükség volna, hiszen, ahogy említettem, mondjuk egy egyetemista felnőtt embernek kiadják e-mailben ezt az utasítást, hogy hogyan kell mink részt venni egy ilyen szemináriumi csoportban, akkor azt induljunk ki abból, hogy betartja, és természetesen fegyelmezetten végrehajtja. De esetleg egy 6-7 éves gyermekkel ezt bizony gyakorolni kell, és nem elég egy ilyen 8 oldalas körlevélben megszabni a feltételeket, úgyhogy én ezt egy nagyon jó és követendő példát. Pláne az óvodákban. Az óvodákról nagyon kevesen beszélünk, ott még kisebbek a gyerekek, még nehezebb ezt megértetni, viszont ott is ugyanúgy 1,5 méteres távolság kellene 30 fős csoportokban. Az önkormányzatnak van teendője, vagy nyilván megnézték, hogy lehet ezt egy óvodában betartani? Hogy lenne teendője, nyilvánvalóan a csoport létszámok azok nagyjából adottak, amíg jó idő van, addig szerencsére rendelkezésünkre áll rengeteg lehetőség, nem csak az óvodák udvara, de más játszóterek és hasonlók is. Nyilvánvalóan arra fogjuk buzdítani az óvoda vezetőinket, hogy minél inkább nem csak ők törekedjenek maguk erre, hanem esetleg több óvoda vagy több csoportvezető legyen bent éppen, különböző csoportokra tudjuk szedni őket. Ebben velük van egy konzultáció egyébként, nálunk szerencsére nagyon jó a kapcsolat ebből a szempontból, azt a szakmai input, ami az ő részükről szükséges ahhoz, hogy biztonságosan lássuk el a munkát a gyerekekkel is, azt mindig megkapjuk, ahogyan egyébként a helyi egészségügyi szolgálattól is kapunk segítséget ők is, és mi is, hogy hogyan érdemes eljárni. Nagyon gyors záró kérdésem, ön például végigmegy majd az óvodákon, iskolákon, tehát vezetőként elmegy, ellenőrzi, hogy hogyan zajlik az oktatás, betartanak-e minden rendszert? Nem biztos, az nem az egészséges, ha én járnék végig az összesen, de biztos, hogy az összes vezetővel fogunk tárgyalni egyszerre is, tehát behívjuk őket, és egyeztetünk, hogy egymással is egyébként cseréljenek gondolatokat és ötleteket, hogyan lehetne ezt biztonságosan betartani, illetve megvannak erre a megfelelő embereink. Köszönöm szépen, mi pedig már is váltunk, egyre több gyár, televízió és rádiócsatorna csatlakozik a fehér orosz sztrájkhoz. Mutatjuk a friss részleteket, és utána Brenner Kolománnal és Soproni Tamással folytatjuk. 76 embert eltűntként tartanak nyilván Fehér Oroszországban a tüntetések elleni hatósági fellépések és tömeges letartóztatásokat követően. Egy helyi hírportál értesülései szerint a Fehér Orosz rendőrség szerint még mindig 122 embert tartanak őrizetben a megmozdulások miatt. Eközben egyre több gyár, televízió és rádiócsatorna csatlakozik az országos sztrájkhoz. Az uniós tagállamok vezetői ezért rendkívüli tanácskozást tartanak a fehér oroszországi tüntetésekről és a rendőri erőszak áldozatainak a megsegítéséről. Na, szögezzük le, abban a pillanatban, amikor beszélgetünk, akkor a fehér Oroszország elnöket még legalábbis Alekszandr Lukasenkának hívják. Mit tippelnek az újévi beszédet a helyi tévében? Ő mondja még el? Jó eséllyel már nem. Én is optimista vagyok ebben.
Miért mondja, hogy optimista? Tehát egyértelmű, hogy buknia kell egy ilyen választás és egy ilyen rendbontás és sok minden más miatt. Azt hiszem, hogy a demokratikus minimumokban mindannyian hiszünk, és azt, akit a nép nem akar valójában, azt, az, aki elnyomja a népet, az, aki megvereti egyébként a tüntető tömeget, annak igen buknia kell. Na, Jobbik összehívná a külügyi bizottságot. A héten hívják össze, vagy már össze is hívták? Nem, én tegnap kezdeményeztem. Külügyi bizottság tagjaként, illetve az országgyűlés alelnökeként, ilyenkor, amikor nincs ugye parlamenti ülésszak, ilyenkor mások a házszabályi rendelkezések, én kezdeményeztem Kövér László házelnöknél, illetve Németh Zsoltnál, a bizottság fideszes elnökénél, hogy a lehető legrövidebb időn belül hívjuk össze a külügyi bizottság ülését. Egyrészt hallgassuk meg Szijjártó Péter külügyminisztert, aki ugye jelenleg egy adriai luxusjachton nyaralt. Itt egy kis zárójeles megjegyzésben, ugye én többször neveztem a Fideszt áltkereszténynek és áldemokratának, hát itt is megint megbizonyosodtunk arról, hogy ugye ők bort isznak és vizet prédikálnak, hiszen úgy látszik, hogy a luxusjacht, a magánrepülőgép és a közpénz szentháromságában hisznek a keresztény értékek helyett. Ez egy mellék megjegyzésem volt. És ezen kívül pedig a néppárti Jobbik nevében egy külügyi bizottsági állásfoglalás tervezetet is benyújtottunk, és arra kérünk minden a bizottságban résztvevő pártot, hogy ezt támogassák és tárgyaljuk meg. Ennek a szövege egyébként a sajtó számára tegnap a sajtótájékoztatónk is lett osztva, és elérhető ennek a szövege, amelyben felhívjuk a figyelmét arra a ma egyébként az Európai Unió miniszterelnökeivel tárgyaló magyar kormányfőnek is, hogy igenis álljon ki az alapvető európai értékek mellett, a belorusz népnek joga van szabad, fair és megfelelő médiahelyzet kapcsán megválasztani a saját vezetőjét, és emellett természetesen elutasítjuk azt az erőszakot, amelyről most a kedves nézők is megint megbizonyosodhattak, ez amit lenne... a belorusz polgárokkal szemben az elnök elkövetett. Ez lenne ebben a határozatban, vagy közleményben, amit kiadna a külügyi bizottság? A minisztérium kiadott egyet, a külügyminisztérium, azt kifogásolják, vagy nem tartják elegendőnek? Ugye az volt abban, hogy mi, mert mint a magyarok, a lengyel álláspontot támogatjuk Fehér Oroszország esetében. Ugye a lengyel álláspont az az, hogy Morawiecki lengyel kormányfő még szombaton azt mondta, hogy nemzetközi megfigyelők részvételével új választás legyen. Ez nem elég? Ez nem elég. Tehát mi azt kifogásoljuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt hetekben, de mondhatom hónapokban is, a fideszes magyar kormány és Orbán Viktor kormányfő, amikor Minskben járt, akkor az Európai Uniós szankciók feloldását követelte, miközben már börtönöztekbe ellenzéki jelölteket. Tehát azt gondoljuk, hogy itt egy nagyon komoly értékválságba került a fideszes külpolitika, hiszen nem szólaltak meg, nem ítélték el a tüntetőkkel szembeni erőszakot, csak azt mondták, hogy jó, hát ha már nagyon muszáj, akkor ugyanazt mondjuk, mint a lengyelek, hogy legyen új választás. Ráadásul a nemzetközi sajtóban napokon keresztül arról folyt a vita, hogy ugye Orbán Viktor nem fogja az Európai Uniós szankciókat megvétózni. Azt gondolom, hogy a nemzetközi megítélésünket ez hihetetlen módon rontja. Ugye egyértelmű, ez az ember 26 éve van hatalmon, elége az, hogyha ő megbukik, hogyha távozik a hatalomból. Ugye voltak olyan államelnökök, mint például Szlobodan Milosevic, aki elment Hágába, vagy elvitték Hágába, és ott akartak ítélkezni, csak ugye az ítélet előtt meghalt, ott van Radovan Karadzsics, boszniai szerb vezető, aki megkapta a büntetését, mert őket megítélték, mint kvázi diktátorokat. Elége az, hogyha ez az ember leköszön, és azt mondják, hogy vége, vagy pedig valamiféle felelősségre vonásnak kell lennie. A felelősségre vonásnak, ha van, hol kell lennie, hiszen ha jelenleg kormány párt minősíti Fehér Oroszországban, akkor koronát kap, ha az ellenzék, akkor meg valószínűleg hosszú távú börtönt. Hát én szeretném azt hinni, hogy fontos az, hogy felelősségre vonjuk azokat a politikusokat, vagy hát diktátorokat, akik egy országgal, egy országban olyan tetteket hajtanak végre, mint ahogy Lukasenka tette ezt, és teszi ezt mind a mai napig egyébként Fehér Oroszországban. Én azt gondolom, hogy az igazságosságnak a kívánalma az előfeltétele egy ilyen forradalomnak, még hogyha bársonyos is, és még hogyha vannak egyébként olyan szempontok, amelyek egy finom átmenetet tesznek szükségessé, azt mondom, a legfelsőbb vezetésnek valóban meg kell fizetnie a népnek azt az árát, amit ő egyiket elvett tőle korábban. Maradjon Soproni Tamásnál a szó, egy hete új forgalmi rend van a Belső Erzsébet városban, és nem az önkerülete. De terveznek-e, de hát ugye összefügg, terveznek-e hasonlót, vagy koordináltak-e? Ugye ez most egy ideiglenes megoldás. Van olyan utca, amit egyirányosítottak, van, ahova egyáltalán nem lehet behajtani. Mik a tapasztalatok, illetve terveznek-e hasonlót?
Igen, olyannyira tervezünk, hogy egyébként Erzsébetvárossal közös ez a forgalomcsillapításunk is, hiszen van egy terület, a Király utca és az Andrássy út közötti szakasz, ami néhány utcát jelent egyébként, ahol mi is természetesen csatlakoztunk ehhez a programhoz, de a legfontosabb eleme az a Király utca. A Király utca ugyanis tulajdonképpen a körút és a kis és a nagy körút között egy ilyen átmenő forgalmat bonyolított eddig, amit mi megszüntettünk azzal, hogy megfordítottuk a haladási irányt az egyik szakaszon. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos szemléletbeli változások történnek az elmúlt fél évben, vagy 9 hónapban nagyjából a fővárosban, amihez az elmúlt 30 vagy 50 évben senki nem mert nyúlni. És az egyetlen szemléletbeli változás az, hogy az emberről szól a város, és az emberről szóljon a város. És az ember pedig megy autóval, megy biciklivel, megy gyalog, megy kerekesszékkel, megy sok mindennel. Hát az autósok nem is örülnek, tehát az ő haragjukat azért kivívták. Vannak szerintem olyanok, akik értik azt, hogy miért van erre szükség. Nekünk nyilván Niedermüller Péter polgármester úrral együtt a terézvárosi és az erzsébetvárosi lakóknak az érdekeit kell elsősorban szolgálnunk. Mindemellett, hogy őszintén hiszem azt, hogy fontos egy ilyen élhető belváros, ami nem csak arról szól egyébként, hogy kevesebb az autó, hanem arról is, hogy több a zöld, több helyre lehet kiülni, akár padra, hogyha egy néni nem tud elmenni egyenesen a boltba, hanem közben meg kell pihennie, vagy akár olvasni szeretne valaki. Erről szól ez, ebben szerintem Nyugat-Európában nagyon-nagyon előttünk járnak, és ideje, hogy elkezdjünk mi is felzárkózni. Viszont most kezdődik az iskola, az igazi lakmuszpapír az most történik, tehát hogy másképpen fogják-e monitorozni az iskola első hetében, második hetében ezt a rendszert, mint mondjuk nyár kellős közepén, ahol nem azt mondom, hogy tét nélküli a dolog, de teljesen más feltételrendszerrel közlekednek. Abszolút, ugye a BKK munkatársai dolgoznak is ilyen forgalomszámláláson és hasonló eszközökkel azon, hogy megállapítsuk, hogy mi lenne a hatékony megoldás. Ugye a körúton, például a biciklisáv kapcsán több megoldás van már most is alkalmazva, van, ahol maga az egyik forgalmi sáv szűn meg, van, ahol a parkolósáv szűn meg, és abból szeretnénk mi is a visszajelzések alapján és a forgalmi adatok alapján kideríteni azt, hogy tényleg mi lenne a jó. Én azt gondolom, hogy egyébként a nagy körút kapcsán is nem egészséges az, hogy tulajdonképpen a belváros szívében átvág egy fél autópálya, az lenne talán a Hungária lenne egy elfogadhatóbb kompromisszum, ami így is telített, ugyanakkor azt gondolom, hogy a forgalomnak a csillapításával az is egy egészségesebb irányba mehet el, abban az értelemben, hogy a belvárosba kiszorulnak az autók. Uraim, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Szerintem ez utóbbira 2-3 héten belül vissza is térünk. Köszönjük szépen.